Egy gépkocsi ajtaját szerelik ezek az általános iskolás fiúk a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Itt a Zsolnai Szakképző Iskola tankonyhájában pedig a főzéssel, vendéglátással ismerkednek a fiatalok. A szakmaismereti versenyeket már évek óta szervezi a helyi iparkamara az 5.-7. osztályos diákoknak, hogy segítsenek nekik a továbbtanulási döntésük meghozatalában. Több területet, iparágat megismerhetnek a tanulók, nem csak kettőt. Gépésszel, villanyász, autómánia, építésszel, idesüs és turizmusra. Ezekkel az elnevezésekkel indítanak minden évben szakmaismereti versenyeket a gépipartól kezdve a villamos szakmákon át a vendéglátás turizmus területéig. Ezzel a vetélkedős pályaorientációs programjukkal pályáztak a közelmúltban. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara pályázott a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál működő Euroguidance Magyarország központhoz több kategóriában is, pályaorientációs szolgáltatásaival. Az idei évben felnőtt képzés kategóriában a 9 részes pályaorientációs podcast sorozatunkkal első díjat hoztuk el, jó gyakorlatok kategóriában pedig külön díjasak lettünk. A szakmaismereti versenyeikkel ezért kiutazhattak egy szakmai rendezvényre. A múlt héten a pályaorientációs csapatunkkal Belgrádban jártunk, a Euroguidance, mint nemzetközi pályaorientációs szervezetnek volt ott egy szakmai rendezvénye. Ez egy több napos szakmai rendezvény volt, tulajdonképpen 4 napig tartott kedtől péntekig. És az első 2 napon konferenciák, illetve workshopok voltak, pályaorientáció, karrier, tervezés, karrier támogató témákban. Pénteken pedig egy komoly konferencia. És gyakorlatilag mi a csütörtöki napon, főtitkár úrral és a pályaorientációs tanácsadónkkal tartottunk egy előadást és egy azt követően egy workshopot. Ezen bemutatták a szakmaismereti versenyeiket a nemzetközi szakembereknek. Nagyon jók voltak a visszajelzések, nagyon örülünk ennek, hogy tényleg nyitott fülekre talált maga ez a program, és nagyon örülünk, hogy az országban is ilyen elismerést tudtunk kapni. Egyébként korábban is nyújtottunk már be pályázatokat több szervezethez, és több szervezetnél is vagy jelölésünk volt egyébként díjra, vagy külön díjakat hoztunk el ezekkel a rendezvényekkel. Azt tudom mondani, hogy nagyon sikeresek évek óta ezek a szakmaismereti versenyeink, és úgy gondolom, hogy az a fókusza ezeknek a szakmaismereti versenyeknek, hogy közelebb hozzuk a fiatalokat a szakmákhoz. Valamint közelebb hozzák őket a gazdálkodó szervezetekhez, azokhoz a cégekhez, ahol majd munkát vállalhatnak ezek a fiatalok. Ezt szolgálják a gyár és üzemlátogatások a szakmaismereti versenyek első szakaszában. Az esemény szervezését, céljait, feladatait mutatták be a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai Belgrádban 20 ország szakembereinek a konferencián.